A határvárosba érkezést követően azonnal indult a 7 napos folyamatos váltófutás, a töltésen húzódó kerékpárút egy kijelölt, a Tisza híd és a Gáttörház között elterülő 350 méteres szakaszán, amihez többen is, köztük a vásáros-naményi iskolások és a vízügy 6 munkatársa is csatlakozott. Elsősorban helyszínnel támogatjuk, hiszen ahol a futás történik, az a gát, a töltés, és a védelmi központunk pedig egy főhadiszállás a futóknak, főként a szervezőknek, és ezzel biztosítjuk a logisztikát, hogy ez az akció sikeres legyen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke elmondta, hídvégű üstöspálnak idén ez már a 3. kezdeményezése, amivel sokat tesz azért, hogy felhívja a figyelmet a kárpátaljai helyzetre. A futókat a Kárpátaljai megyei tanács elnöke is elkísérte. Nagyon nagyra értékelem a magyar barátaink segítségét, akik tényleg valós tettekkel segítenek minket ezekben a nehéz időkben, amit Ukrajna és Kárpátalja számára is nagyon nehéz megélni. A másik fontos dolog pedig az, hogy ukrán radikális szervek próbálták ezt az akciót kihasználni, és nagyon csúnya dolgok jelentek meg egyes kárpátaljai sajtóorgánumokban, ezért úgy döntöttem, hogy személyesen állok az akció mellé, és én mutatom meg azt, hogy a magyarok a barátaink. Fontos volt nekem, hogy személyesen hozhattam be az Európai Unióba Ukrajna zászlaját, ezzel is szimbolizálva azt, hogy Ukrajna az EU-ba törekszik, a magyarok a barátaink, sok mindent tettünk már eddig is együtt, és köszönjük azt a segítséget, amit nyújtanak nekünk az Unióhoz való közeledésünk során. A futást 3-an teljesítik 4 órás váltásokban, hozzájuk bárki csatlakozhat hosszabb, rövidebb távokra. A futás végén, mint ahogy itten elhangzott, a 7 napon keresztül közel 1900 kilométert fogunk ezen a 350 méteres pályán megtenni. Valóban egy mentális futás, de a legfontosabb, a jó célok nélkül, a Együtt Kárpátalja üzenete nélkül nem lehet ezt teljesíteni. Ha nincs üzenet, akkor nincs 1900 kilométer. A szeptember 10-éig tartó akciónak jótékonysági része is van, hiszen a befejezés utáni napokban egy szponzor és a Református Egyház jóvoltából egy röntgengépet adnak át a Beregszászi Kórháznak.